Sziasztok, ma egy igazán különleges és régi filmet és egyben film franchise-t ismertetnék veletek. Legalábbis ennek az egyik legkoraibb, de számomra egyik kedvencebb részét, a Folytassa a hajózást című filmet. 1962-es film, ekkor indult nem más, mint James Bond is a Dr. No-val. És az a sorozat viszont 1958-ban elindult. Folytassa a sorozat, ami egy tipikus, sokak által szeretett, ismert angol humorista sorozat, végjáték sorozat. Tele egyébként akkor nagyon híres humoristákkal, színházi és filmes humoristákkal, akik utána nagy részt, majdnem 30 filmben, 31 filmben összesen, nem mindig mindegyikben ugyanazok szerepeltek, de 31 filmben folytatták ezt a stílust, amit gyakorlatilag ők kialakítottak maguknak, amelyek nem csak a tipikus angol humort ötvözik, hanem van benne egy, hát ilyen sajátos, humoros ízvilágos, így fogalmazza. Vannak benne helyzetkomikumok, van benne hekete humor, van benne egy kicsit ilyen sikamlós humor, fogalmazhatok így, van félreért, és nagyon sok szójáték van, és az, ami nagyszerű, hogy a szinkron van, vissza tudták hozni a szójátékot, és nagyon jó ennek a film franchise sorozatnak, vagy nem tudom, hogy is hívjuk a szinkronja, mert át tudta hozni még majdnem jobban, vicces mód, értitek, az angol szavakkal való játékot, humort. És ezt a magyar szavakkal nagyon meg tudta oldani, ami nagyon kevésbé veszik a fáradtságot, és oly nehéz ezt megoldani is, persze. És mégis ők megtudták, hogy az akkori fordítók és szinkron rendező hihetetlen, hogy egyébként mennyit dob rajta a szinkron, mert eredetiben kicsit hadarnak, eredetiben inkább az angoloknak szól, jobban így fogalmazza. Viszont így szinkronnal mesteri szerintem, hogy mennyire jól össze tudták hozni mindezeket. És ami érdekesség még, hogy sokszor társadalomkritika is van ebben a hajózásban is, de a többi filmben is. És emellett kiparodizálnak, illetve részben bemutatják annak árnyas és persze leginkább mosolygós oldalait egy-egy foglalkozásra. Az első pár film az igazából ezekkel foglalkozott. Például az a hajókázás és a hajózás. Utána volt a taxisofőr, előtte volt egy Őrmesteres című film, Folytassa Őrmester, és lehetne sorolni egy csomó ilyen film volt, mondjuk az első közül, az első néhány 5-6-7 közül szerintem pont az a hajózás talán a legjobb, egyenletesebben humorosabb, talán csak egy kicsit a picit a végére fárad egy picit már el, és nem hiába egyiket a legtöbb film, és ez is ilyen 80-90 perc között van összvisz, mert lehet, hogy érezték már a készítők, és utána már kicsit elfárad a film. Lehet, hogy kicsit már túl sok lesz a humorból, meg a hautázásból, mert egyébként néha ezt is lehetett érezni némelyik résztől. Itt a Folytassa a hajózást viszont nagyon hangulatos, tehát ami miatt nekem nem tetszik a korai filmekből kiemelkedik, hogy nagyon jól hozza ezt a hangulatvilágot úgy, és ezt úgy tudták elérni, szintén szerintem egy hatalmas dolog, hogy láthatóan kevés pénzből készült még, és nem is tudtak külső helyszíneken forgatni gyakorlatilag, hanem stúdiókban, kisebb helyeken, szobákban, és hát a hajón forgatta, de ez a hajó is szerintem csak inkább egy díszlet volt, sokszor úgy éreztem. Látszottak oda vetített háttérképek már, vagy hát ilyen korai háttérképek, mint annó, ugye tudjátok, a Hitchcock filmekben is sokszor látszott, és lehetne sorolni. Ennek ellenére el tudták érni azt a hangulatot, hogy de én is tényleg ott lettem volna a hajón, a vendégekkel együtt, és tényleg tök jól hozta azt a milliót, amit igényelt a film, és emellett nagyon humoros volt. Már a legelején nagyon jól játszanak a különböző típusú karakterekkel, és azoknak a karaktereknek a különböző foglalkozását is egyébként kiparodizálják, játszanak velük a szójátékokkal is, már az első 10-15 percben nagyon sokat játszanak ezzel. Megkapjuk itt azt a két női főszereplőt, aki a legtöbb, ha jól tudom, a legtöbb későbbi Folytassa filmben is egyébként szerepelt, és kapunk pár olyan férfi színész főszereplőt, aki szintén. Viszont van egy-kettő, aki hiányzik innen, és például csak a következő Jack filmben szerepelt, mellett jól is csinálok egy ilyen kis rövid ismertetőt, az is egy nagyon jó egyébként rész. És ennél a filmnél még az is tetszett, hogy nem volt nyálas például, mint manapság oly sok ilyen romantikus vígjáték, mert van benne egy ilyen romantikus vígjáték rész is, és ennek ellen nem nyálasan, nem túltoltan, eltoltan, és tök trükkös és vicces csavarral azáltal, hogy hogyan sikerül végre az adott párnak összejönnie, hiszen egyik sem
gondolja azt, ami legtöbbször előfordul ilyenkor is, hogy a másik is elfogadná, vagy szeretné, és van olyan eset, amikor ugye az egyik ezt direkt nem mutatja ki, vagy mert fél, vagy valamilyen másokból lehetne sorolni, és itt ezt tök jól megoldják egyszerűen és tömören, röviden, egy kisebb csavarral amúgy, kis női fortéjjal, ugyanis ugye ez a két karakter, ezek együtt jöttek a körutazásra, a tengeri körutazásra, a barátnő és pár, és hát eleinte egyébként szívódnak egymással, és szinte versengenek, hogy ki kiben jönne össze, és jó lenne végre férjet is találni, így 30 körül, amelyek körül vannak körülbelül a hölgyek, akkoriban úgy látszik, hogy ez már sok volt, és eleinte, mondom, kicsit ellenszemesek is szerintem a nézők számára, nekem is az volt egy picit, meg kicsit valószínűleg egymás számára is, annak ellenére, hogy barátnők. És talán, hogy halad elő a történet, egyre jobban, annak ellenére, hogy csak egy 80 perces vigyáték, megismerjük, hogy kicsit jobban is látszik az, hogy hogyan változnak, hogy hogyan lesznek gördülékenyebbek, lazábbak. Ez például az ivós jelenetnél is már látszik, hiszen ők láthatóan ez az alkoholt eddig nem igazán itták és használták, de érdekes, hogy még ez a dolog is, az alkohol fogyasztás igazából csak jobb útra tétette utána őket, és egyébként nem folytatták a vedelést ezerre számra. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, például csak egy vigyáték, de ez csak a két karakter. Akkor ott van például a hajókapitány, aki szintén egy olyan szereplő, aki egy csomó másik ilyen folytas a filmben szerepel később. És az is érdekes, mert eleinte nekem nem volt szimpatikus szintén. És hogy haladunk előre, ez a karakter egyre szimpatikusabb lesz, és a végén már konkrétan megkedveli az ember, és vele is történik meg egy is más, és pedig továbbra is csak egy vigyáték, de mégis van valamilyen karakter ábrázolás, fejlődés, karakter jellemfejlődés, változás ezeknél a karaktereknél. És talán az orvosnál is, hiszen az orvos meg nagyon feeling, annak erre, hogy orvos, mégis feeling bizonyos dolgokban, és a végére ez megváltozik, persze egy kis trükk segítségével is együtt is. Egyébként az ő szakmáját tekintve, illetve az életeit tekintve, és nagyon sok humor, meg viccforrás van természetesen. Vagy a szakácsot említhetnénk megint, a hajó szakács. Főleg a végén azzal a kajával ennyit mondanék, és spoiler nélkül az is humoros, hiszen nagyon sok olyan szakács van, aki dur bele szeretne mindent, és akkor majd elmondhatja, hogy ő most így avantgárd szerint, hogy mennyire újító és modern, és ez a kaja a legfinomabb. Ennél többet nem mondanék, de nagyon sok ilyen szakács van, és ezt tök jó kiparodzálják szintén egyéb iránt a film végén. Vannak mellékszereplők, kisebb szereplők, például van egy idősebb hölgy, aki vicces volt, csak 56 éves, jól emlékszem, a film forgatása körül. Ennek sokat tudnak néz ki valamiért. Ő inkább ilyen helyzetkomikumokat tesz ki, illetve nem is csak az időségén viccelődnek, amit egyébként oly sok mai film is néha megcsinál szimplán, hanem igazából a kíváncsiságán és azon, hogy nagyon föl tudja magát pörgetni bizonyos, sokak számára csak apróságnak tűnő dolgokon, vagy például egy meglepetés bulin, vagy mit tudom én, tehát nagyon érdekes. Kicsit olyan majdnem, mint az idős lélekbe és testbe egy fiatal lélek is beköltözött volna, szóval elég érdekes, és nem azért, mert az öregedés idegesítően egyáltalán nem erről van szó, hanem olyan, mint az idős öreg testben egy fiatal lélek, ahogy szokták mondani, ez az érdekes, és ez is csak egy karakter a filmben, mégis ez jön le belőle. Lehet mondani, hogy egy kicsit nem szállás, és ez is lehet, hogy részben igaz egyéb iránt, de a lényeg nem ez, hanem hogy végre nem egy olyan karakter, pedig egy 62 éves filmről, vagy 62-es filmről beszélünk, 1962-es filmről, amit már ezerszer láthattunk. Amikor soltatják, sokan akár lenézzük az időseket ezzel, vagy kigúnyolják, mit tudom én, minimálisan itt is talán van egy kitényelet, de nem, benne azt látom, hogy lazán veszi az életet, fiatalosan akar érni, és nem azért, mert belülről hajtja valami, hogy jaj, csak nehogy észrevegyem magam, meg mások észrevegyek, hogy ráncosodok, hanem ez így belülről jön összeszerűen ezt a karaktert életen, szóval ez egy nagyon érdekes dolog. És látjátok, már mennyi karakterről beszéltem, pedig ez csak egy vígjáték. Viszont van benne egy szomorú, szerintem egy drámaibb karakter, az alkoholista karakter, ennyit mondani, van egy alkoholista utas. Ez szerintem, én azon nem tudtam röhögni, azt is lehet, hogy csak azért rakták be, de szerintem inkább szánnivaló és sajnálnivaló, mert annak nem olyan ismerik, meg látszik, hogy az élet az nem valami jó.
azért iszik, nem azért csak, mert annyira imádja. Bár is felé most már az alkoholokat, ez látszik sok jelenetben, és szereti, és tudja jól azt is, hogy mi a kedvence, és hogyha ezzel meglepik, akkor annak nagyon örül. De én azt látom, hogy az ő élete az szerintem hiába gazdag, valószínűleg láthatóan, az nem boldog. Tehát ez a szájn szerintem nem húros, hanem inkább sajnálatos és szomorú. És ez lehet, hogy nem így volt a készítők részéről, mégis én ezt éreztem benne. Érdekes mód. Mi az, ami még talán fontos? Ja, a zenék itt is tök illenek hozzá, pedig ezek olyan zenék, a legtöbb folytas filmben is itt is, amelyeket sokszor csak ilyen matini előadásokhoz, meg színházban, meg nem tudom hol használtak. Ilyen gyors kicserélhető zenék, idézően mondom ezt, és mégis működik hozzá. És nagyon sokszor érződik is, hogy azért nagyon sok színpadi színész van, meg nagyon sok profi humorista, mert látszik, hogy teljesen beleik magukat a jelenetekbe, látszik az is, hogy néhol kicsit szimpatias a jelleg. Néha mondhatnánk azt, hogy egy picit gyerekes is egyébként, de közben egyáltalán nem való mondjuk egy 6-7 évesnek szerintem. Bár ez a film lehet, de egy csomó folytassa a film, amúgy nem. Ez a film még talán lehet, hogy egy 8 évesnek is jó sok humoros percet hozhat. De azért vannak benne durvá témák, ami mondjuk egy 7-8 évesnek mi lehet, hogy korai lenne. Hát, meg utalgatások. Na mindegy, de azt kell mondanom, hogy ez egy olyan film, amit szerintem nagyon sokan szeretnek, itthon is ismernek. Még ezt a részt pont nem olyan sokszor láttam, hogy tökrörültem, hogy ezzel kezdtem. Ez újra megtekintését akár ennek a nagy, hosszú sorozatnak. De itthon, én úgy tudom, hogy ezeknek a filmeknek olyan kultusztátusa van körülbelül, mint a Bud Spencer filmeknek. És úgy Kelet-Európában is. Ha jól tudom, Angliában, Amerikában nem nagyon szeretik se a kritikusok, se nagy bevételt nem hozott. Viszont utólag itt Kelet-Európában és a Magyarországon, ahogy a Bud Spencer filmek is hatalmas sikerrel mentek régebben. És nagyon sokszor láttak tévében, anyukámék is nézték néha. Tehát tényleg azért van egy bizonyos múltja a dolognak. Úgyhogy én itt akartam mondani, nekem ez ilyen, hát nem is tudom, 75% biztos van, legalább ez a folytassa a hajózást. De lehet, hogy 80 is, nagyon örömmel teli vége is van, de mégsem a szirupos módon, tehát ilyen ötletes, jól megcsinálták. Ritka az ilyen, hogy az arányokat nagy visszatartani tudják az ilyen típusú filmekben manapság, hát még egy 1922-es filmben lehetne akár meglepő, de lehet, hogy annyira ma már nem is lepődünk meg ezen. Én itt akartam mondani, búcsúzom tőletek, sziasztok!